Ahogy azt már a paksi zöldektől megszokhattuk, letámadásos játékukkal a mérkőzés első 30 percében domináltak. Rendkívül sok labdaszerzéssel visszatámadták az MTK-t. Sokszor meg tudták bontani a kékfehérek védekezését a 16-oson belül, és sorra alakultak ki a jobbnál jobb helyzetek. A beadásokra a vérbeli támadó Hán János rendre érkezett, meg is játszotta azokat. A 25. percben lövésébe még bele tudott blokkolni az MTK védője Printér Ádám, és úgy vágódott a labda a kapuba. A 31. percben szemre is tetszetős támadás után került az MTK kapujába a labda. Hán a tőle megszokott higgadsággal párosuló pontossággal fejezte be az akciót, már is 2-0 a PFC-nek, ez maradt a félidei eredmény is. Szünet után a friss erőkkel, köztük U21-es válogatottakkal változtatott a játék képén az MTK, amelytől egyébként sosem állt távol a nyílt támadó foci. Megszűnt a paksiak középpályás játékbeli fölénye, egyre több veszélyes MTK támadásnak lehettünk szemtanúi. Sőnszabolcs kapásból lőtt nagy gólja után meleg pillanatokat élt át a PFC, és a Bognár Györgyöt helyettesítő másodedző Kindl István a cserékkel stabilizálni tudta a csapata játékát, minek után a kiegyenlített küzdelemből egy újabb Hán góllal a zárás előtt negyed órával eldőlt a mérkőzés a hazai zöldek javára, akik összességében jobban és látványosabban is futballoztak az MTK-nál. Nagyon jó csapat az MTK, aki 2-0-nál egy szinte elvesztett mérkőzésbe újra visszajöttek az ő góljukkal. 2-1-nél teljesen más mérkőzés kezdődött, ahol egy jó csapat volt az ellenfél, de természetesen nem tudtuk végig kontrollal tartani a játékot. Tudja a csapat játszani a három belső védős játékrendszerben is otthonosan mozog. Négy védősben, és a végén úgy éreztük, hogy a lehetőségeinket felmérve átálltunk a 3-5-2 játékra. Viszont az MTK meg tök jó reagált, erről váltottak, ők a 3-1-3 játékukról váltottak a 4-3-3-ra, ami egy picit úgy zavart okozott nálunk. Felvetődött a mérkőzés után a kérdés, az ő csapat MTK miért volt a vártnál sokkal passzívabb az első fél időben? We knew before that will be a tough game because a paks hosszú labdákkal operál, nagyon sikeres a párharcokban. Ennek ellenére nem kezdtük rosszul a találkozót, hiszen volt egy nagy helyzetünk, amiből akár olyan gólt is lőhetett volna, de le is passzolhatta volna a labdát akár Sőrnek. Ezután feljobbult a paks, nagyon jók voltak a párharcokban, jól jöttek ki belőlük, ezért ennek is köszönhetően elhoztak 2-0-ra. Másik fél időben változtattunk néhány dolgon, illetve már az első fél idő végén, picit feljavult a játékunk a második játék rész elejére, és 2-1-nél azt éreztem, hogy akár vissza is jöhetünk a mérkőzésbe, de kicsit pontatlanok voltunk a paks kapuja előtt, aztán a harmadik góllal eldöntötte a paks a találkozót. Igazából annak köszönhetik a győzelmüket, hogy sokkal jobban voltak ma a párharcokban. Hán János, a góllövőlista vezetője, 2 góllal növelte találatainak számát, most 16-nál tart. Majdnem meglett a mesterános, hisz abban a gólban, amit öngólnak minősítettek, nagyon is aktívan benne volt a paksi játékos. Naná, hogy a gólkirályi cím esetleges megszerzése is nagyon motiválja őt. Egyértelműen nézem, most már főleg. Első természetesen a csapat, meg az, hogy minél jobb helyzést érjük el. Szeretnék természetesen gólkirály lenni. Nagyon sűrű mezőny, egyértelműen gazdag, igazából nem is egy center játékos, de egy befejezni is ugyanolyan jól tud, mint előkészíteni, nagyon komplex játékos, ő egyértelműen. Ott van a Budafokon a Kovács, illetve a Fradiból több játékos is 9 gólnál van, a Vidiből, tehát azt gondolom, ezek olyan csapatok, amik egy nagyobb arányú győzelemnél följebb tudják hozni a aktuális házi gólkirályukat. A gólkirályi cím az ahhoz vezető játék megnyitja minden bizonnyal az utat a magyar válogatottság és egy jobb külföldi szerződés felé is a paksi FC-hez magát egyébként elkötelező újabb kiváló saját nevelésű játékosnak.